Amikor elválsz, az olyan, mintha meghalna egy feled, tehát gyászolsz. De amikor gyászolunk valakit, akkor nem mindig azt az illetőt sajnáljuk. Tehát igazából én magamat sajnáltam. És abban a pillanatban, hogy elindultak a dolgok jó irányba, és kialakult a rendszer, onnantól fogva szépen lassan ezt le tudtam zárni. Benne van a táncban az, hogy ott a partnerek valahogy egymásba gabajodnak? Benne van, igen. És én mindenképp szerettem volna megvárni azt, hogy ez hova fut ki, hogy a Hanni ezt hogy kezeli, hogy megszereti-e Annát, a családom hogy kezeli, a barátaim hogy kezelik, és amikor biztos vagyok benne, vagy biztosak vagyunk mind a ketten ebben, akkor föl lehet, hát nem fölvállalni, hanem akkor nem is bejelenteni, hanem egyszerűen csak... Kimenni az utcára. Igen. Okay. Igen. Főzöl neki? Persze. És szereti? Persze. Az Ilyen az élet mai vendége Krausz Gábor, üdvözlünk. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Hát, hogy is mondjam, eseménydús hónapok után vagy. Mikor voltál nálunk? Bő egy éve. Több mint egy éve, igen. 2022 vége. Még volt rajtam 8 kiló plusz. Igen, hát, amúgy a nagyon durva. Köszönhetően azért nagyon komolyan leagarosodtál. Első dolog, amit szeretnék tudni, hogy vagy? Nagyon jó, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon jó. Így, hogy vége a decemberi hónapnak, kipihentem magam, feltöltöttem, úgyhogy belevetettem magam a munkába. Mit csinálsz? Éppen most jöttem Ausztriából, egy új magyar szállodalánc alakult, aminek én vagyok az exekutív séfe, és van 3 egységünk Ausztriában, a Síparadicsomban, és itthon is van, és még remélhetőleg bővülni fog a cég. És akkor ott 3 egység között jössz az Ausztriába? Hát igazából én azt egynek számítom, mert van egy szálloda, és van 2 kisebb, de a konyha az igazából egy ilyen főkonyha van a nagy szállodában, és akkor onnan szállítjuk ki az ételt. Melyik régió pontosan? Murau. Murau. Nincs is annyira messze. Kell, hogy síjálni, nem tudok, de majd ezt is megtudom. Annyi táncolni se tudtál, amit... Táncból kiindulva ez... Még olimpiát is nyerhetek síjálni. Ez nem lesz nehéz. Milyen volt ez az elmúlt egy év számodra? Nem te vagy az első, aki ezt kérdezi. Igazság szerint... jól indult, aztán a nyár az nem sikerült annyira jól, de a vége viszont csodálatos lett. Tehát, hogyha azt kellene megválaszolni, hogy egy jó év volt-e, vagy egy rossz év, akkor nyilvánvalóan jó év, még hogyha nehézségekkel is volt tele, de pozitív a mérleg. A Dancing with the Star az szerintem a te életedben a legjobbkor jött, én azt gondolom. Gondolkodtál rajta sokat, hogy elvállod, vagy sem? Négy évet. Négyszer is felkért. Minden évben hívtak, és minden évben nemet mondtam. Most pedig egy olyan helyzetben találtak meg, illetve akkor csípőből elutasítottam, időm se lett volna úgy rá. Most... elgondolkoztam rajta, és én tudom, hogyha valamit már elgondolkozom, és nem csípőből nemet mondok, akkor ott van esély. Vezér hagyja elindul. Igen, és akkor elkezdtem már rajta gondolkozni, hogy mit adhat. Nem is az, hogy most nyersz, mert az eszembe nem jutott egy pillanatra se, hanem hogy ebből én hogy tudok kijönni. Hogy le tudom-e kötni magam a figyelmem, egy pár hétig másra tudok koncentrálni, megismerek új embereket, megismerek új dolgokat, és egyébként az Ördög Nóri győzött meg, vele beszélgettem sokat, és ő azt mondta, hogy figyelj, ez Gábor, ez nincs veszíteni valód. És rájöttem, hogy tényleg, tehát hogy soha életemben nem táncoltam, valószínűleg meg fognak tanítani már amennyire kell, és ha mellé lépek, nem fognak kirúgni emiatt engem a színházból, nem fognak leköpni, nem fognak bántani, hiszen szakács vagyok. Úgyhogy bevállaltam. Hát igen, igaza volt az Nórinak egyébként, hogy nincs, vagy nem volt mit veszítened, de azért valamilyen szinten mégiscsak, mert hát ismert emberként, ugye valamit gondolnak és elvárnak az emberek veled kapcsolatban, aztán hogyha mondjuk béna lettél volna, jó, végülis nem voltál az, hát nagyon nem, de mondjuk, hogyha béna lettél volna, akkor okozhattál volna csalódást a közönségnek, nem? Miért? Nem tudom, nem? De akkor kevés, tehát attól nem tudok rosszabbul főzni, nem tudok táncolni. Kimagyaráztam volna, tehát béna lettem volna. De én is ezen gondolkoztam 4 éven keresztül, hogy lehet, hogy én ezzel veszítenék, és aztán rájöttem, hogy nem. Hát megpróbálom, és ha nem megy, akkor az én szakmámban azt érzem, hogy jó vagyok. Ja, jó, persze, és folytatni fogom.
nevettek volna egy páran rajtam biztos, de én akkor így bevállaltam egyébként vakon, és ebben igazad van, tehát amikor elkezdődött az egész, és igent mondtam, akkor nekem fogalmam se volt, hogy mire leszek képes. Azt tudtam, hogyha én valamit elvállalok, akkor azt 100%-osan komolyan veszem, és csinálom, és nem úgy megyek bele, hogy jó, hát csináljuk, aztán az első adásból kiejtem magam. Terápiaként is szolgált ez a néhány hónap, tehát hogy ugye a szétmenésetek körüli helyzetben nyilván nem voltál olyan jól, mert miért lettél volna. Tehát hogy segített, hogy kihúzzon, de hogyan tudott te segíteni? Egyrészt új embereket ismertem meg, egy új világba csöppentem, és tényleg ez egy nem mese világ, de ez egy tényleg más világ, mint amit én megszoktam, de a legfontosabb, hogy rendszert rakott az életembe. Tehát tudtam, hogy mikor kell elmenni táncórákra, próbákra, feladatok vannak, forgatások vannak, mire este hazamegyek, már fáradt vagyok, kevesebbet fogok agyalni, úgyhogy tudtam, hogy ez segíteni fog átlendülni egy csomó mindenem. A párod, aki a profi táncos volt ugye kettőtök közül, az hogy állt hozzád? Hogy nyúlt hozzád? Hogy alakult a viszonyotok ebben? Ugye Anna szerintem az elején tartott ettől az egésztől. Nyáron, augusztus végén derült ki, hogy én leszek a párja. Nyilvánvalóan tudta a sztorit, és hallott erről a történetről. Szerintem egy picit félt attól, hogy én milyen állapotban leszek, hogy egyáltalán tudok-e koncentrálni a feladatokra. És mivel, hogy nagyon jó táncos, meg pedagógus, tehát tanár, oktat. Ezért nagyon hamar rájött arra, hogy nem csak a lépéseket kell megtanítani, mert az egy dolog, hanem lelkileg nem is rendbe hozni, csak felmérni, hogy egyáltalán hol tartok. És ez egy nagyon intenzív időszak, amikor két ember napi 8 órát együtt van. És napi nagyon... 8 órát? Hát az elején 4-jel indult, nekem azt mondták, hogy heti 5 órával ezt leviszem, és aztán kiderült, hogy ez kevés lesz. Tehát ott nagyon meg kell ismerni a másikat, hogy ennyi időt de úgy ezek mély beszélgetések? Voltak mély két beszélgetések. Két próba között, vagy egy ebédszünetben? Előtte, van. Utána, igen. Tehát mentálisan is fel kellett abszolút hozni. Jó ízű irítséggel tekintek rád, mert egy gyászidőszak, bármilyen válás után, ami az életemben is volt, majd 2 évet felől lesz. Szerintem nagyjából ennyi. Egy év biztosan kell a feldolgozáshoz, és ennél jobb motivációt, klassz mentális segítséget nem kaphatsz, mint egy ilyen próba folyamat. Ráadásul egy jó fej vidám csajjal. Én nekem ebben nagyon szerencsém volt. Legutóbb, amikor itt voltam, pont erről beszélgettünk, hogy én igazából sodródtam, és mindig valamiért a jó utat találtam meg, vagy kaptam. Tényleg ezerszer volt olyan, hogy csalódtam, hogy azt éreztem, hogy most itt mindennek vége, és legszélesebben meg is ölném magam, és akkor jött valami, ami viszont arra az útra terelt, ahol most vagyok. És te most jó úton vagy? Szerintem igen. Igen? Szerintem igen. Igen. De egyébként a gyászra, én ezt másképp látom. A válás valóban egy gyász folyamat, és azt el kell gyászolni, csak én akkor nem sejtettem, ezt utólag látom, hogy ez nem biztos, hogy mindenkinél így van, ez nálam így történt. Amikor elválsz, az olyan, mint hogyha meghalna egy feled, tehát gyászolsz. De amikor gyászolunk valakit, akkor nem mindig azt az illetőt sajnáljuk, mert neki már mindegy, hanem magadat, hogy mi lesz veled, hol fogsz lakni, miből fogsz élni, mit fogsz csinálni, hogy fogod fenntartani a gyerekkel a kapcsolatot. Tehát igazából én magamat sajnáltam. És abban a pillanatban, hogy elindultak a dolgok jó irányba, és kialakult a rendszer, onnantól fogva szépen lassan ezt le tudtam zárni. Gyerek hogy van? Hanni nagyon jól van. Ő most 4, ugye? 4, most volt decemberben 4. Mondhatom, hogy mind a két oldalról megpróbáljuk neki megadni, amit, vagyis megadjuk neki a legtöbbet, hogy ebből minél kevesebbet érezzen, de hát nyilvánvalóan érzi. Főleg ott a nyár vége volt, amikor egy kicsit ilyen bizonytalan volt, tehát ott lehetett érezni, hogy egy picit nem érti, hogy mi történik, de azóta teljesen kiegyensúlyozott, imád óvodába járni, imád itt lenni, imád ott lenni, és mindenhol megadjuk neki. Szerintem egyébként mind a ketten sokkal jobban tudunk
csak rá koncentrálni abban az időben, amikor velünk van. Úgyhogy valószínűleg ez most még így furcsa, és ezt majd ő fogja elmondani 11 év múlva, de remélhetőleg azt fogja mondani, hogy ő neki ez így nagyon jó volt. Veled mennyit van, Anni? Felesbe oldjuk meg. Nyilvánvalóan, amikor a műsor ment, és a Gabi is forgatott, akkor a nagyszülők sokat segítettek, de normális esetben, hál' Istennek meg tudtunk állapodni, és ha nem is patika mérlegen, mert ezt egy 4 éves gyereknél nehéz kiszámolni, hogy kinél mennyit van, de nagyjából ugyanannyi időt, és ez nagyon jó. Még egy dolog történt a te elmúlt egy évedben, hogy gondolkodtam és készültem a veled való beszélgetésre, hogy ugye október elején kitört az izraeli Hamász háború, és emlékeim szerint a te hugod az már több mint egy évtizede Tel Avivban él. Megijedtél? Az ijesztő az volt, amikor van egy ilyen családi csoportunk, és ott küldte a videókat, hogy éppen hova robbantottak, és egy két utcára attól, ahol ő lakik, éppen egy rakéta találat ért egy épületet, és hogy egyébként, hogy így az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ők ezt megszokták. Még úgy, hogy ez azért nem gyakori, de hogy nem voltak bepánikolva annyira, mint azok, akik itthon vannak. És láttam felvételeket, hogy len vannak a bunkerba, és ott buliznak tovább, mert hogy elkezdtek bulizni, nem a hugom, hanem mások. Küldtek videót, hogy hát persze, most támadtak, de hát hogy a buli az folytatódik. Tehát az élet megy tovább. Tehát az élet ez szerves része. Igen, én azt gondolom, hogy te azt érinted, ami... Uh-huh. Hogy ők ezt megszokták, hogy ebbe élnek. És ez borzasztó. Ami tulajdonképpen a háborúknak... talán az egyik legszörnyűbb része, és az életem folyamán ilyen-olyan okok miatt jártam több háborús övezetben, és ami a legmegrázóbb és legmegdöbbentőbb volt számomra, hogy hétköznapivá vált számukra. De hát ott embereket ölnek. Igen, csak már kataton módon az ember iszonyúan alkalmazkodik, és alkalmazkodott ehhez is. Ő kint marad? Persze, ő kimarad, ő kint éli az életét. Annyira megszokta már ezt az életet, hogy neki ez nem normális, de hogy pontosan tudja, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz, ő szeret ott lenni. Egyébként én is egy, nem tudom, 8-9 évvel ezelőtt gondolkoztam rajta, amikor utoljára kint voltam, és aztán meggondoltam magam. De mi miatt gondoltad meg magad akkor? Akkor még úgy éreztem, hogy ennek most még nincs itt az ideje. Akkor is volt egy olyan élethelyzet, amiből menekülni akartam, az másból kifolyólag, és akkor úgy voltam el, hogy akkor kipróbálom azt, de aztán rájöttem, hogy nem menekülök a problémák elől, hanem megoldom és elébe megyek. De a saját mesterségedbe 9 évet lehúztál Londonban. Igen. Most, amikor elkezdett változni az életed, nem volt a fejedbe, hogy megint nekimész a világnak? Nem. Mármint, hogy életvitelszerűen valahogy. Igen, igen. Nem. Most már nem. Az megfordult a fejembe, hogy egy hosszabb utazást tervezek, amíg lenyugszom. Ez lett a Dancing with the Stars. Hát, egy hosszabb utazás lett egyébként. De nem, ma már nem. Honnan még annyira itt. Kicsi, nyilván meg kell fontolni hát egy ilyen lépést, hiszen... Nem, tudod, még azt gondolkodtam itt közben, hogy ahogy így fölhoztuk ezeket a highlightokat gyakorlatilag az elmúlt évedből, a fenteket is, meg a lenteket is, és ahogy mondtad is, hogy te egy szakács vagy. De hogy mindezeket, vagy hát ezeknek egy nagy részét úgy kellett megélned, hogy árgus szemekkel figyelték minden szavadat, mozdulatodat, lépésedet, akár tánclépést, akár a válásoddal kapcsolatos kijelentéseidet. Ebben hogy nem lehetett belebolondulni? Az elmúlt időszakról beszélünk? Igen. Hát előtte azért ezt már megszoktam, hogy ez... De hogy nem, ez... Nem ennyire erőteljesen volt azért jelen. Persze, hát ismert voltál, sztár voltál, egyértelmű, de azért amit most... Egyrészt kaptál... nem nagyon tudtam ezekre figyelni, mert tényleg nagyon sok időt elvitt a próba folyamat, és tényleg beleástam magam, és én mondhatom, hogy én jártam be a legtöbbet. Erről egyébként egy statisztika is van. Én jutottam a legmesszebb, mármint hogy három döntősen kívül, de hogy tényleg időarányosan én voltam bent a legtöbbet,
Egyrészt szerettem ott lenni, nagyon jó volt a hangulat, nyilvánvalóan a társaság is, és tudtam, hogy erre szükségem van, és nem volt időm ezekkel foglalkozni. Szeretve voltál végig. Igen. Az látszott. Egyre nem többet mosolyogtál sem. Hétről hétre. Tudod, mi az érdekes? Mert jól éreztem, ahogy most elmosolyodtál. Szerintem ti a páratokkal, amit ugye sokáig sakkozott mindenki, hogy valójában ti együtt vagytok, vagy nem vagytok együtt, de most abból a fél mosolyból az arcodon azt láttam, hogy ti igazán megszerettétek egymást ezek alatt a hónapok alatt. Hát nézd, ez nyilván nem a műsor után alakult ki, viszont én nem akartuk, hogy ezért külön szimpátia pontokat gyűjtsünk be. Ennek az egésznek a sztoriát azért ismerjük, a bulvárt, ismerjük a tévét, ez a love story vonal, ez kellett. Meg egyébként volt is. Mint egy falat kenyér. Meg egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, aztán folytasd, de hogy nem úgy van ez, kérdezem én, teljesen laikusként, hogy azért, amikor ennyire intenzíven egy páros együtt dolgozik, akkor nem csak akkor, nem tudom, pattanhat a szikra, amikor mondjuk mind a kettő szabadon van, mint a ti esetetekben, hanem úgy egyébként is benne van a táncban az, hogy ott a partnerek valahogy egymásba gabajodnak. Benne van, igen, és én attól, tehát azért nem vállaltuk föl, egyrészt nem akartam, hogy a műsor ezzel foglalkozzon, de hogy pontosan tudtam, hogy működik, lehet egy szikra, valami fellángol, és ki tudja, hogy az meddig ég. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy van egy gyerekem, van egy gyerekünk, és én mindenképpen szerettem volna megvárni a műsor végét, az egy buborék, ahogy már elmondtam többször, ott együtt voltunk nagyon sokat a táncteremben, beszélgettünk, de az nem az élet. És abban a pillanatban, hogy lement a műsor, akkor volt időnk egy picit egymással foglalkozni, egymással beszélgetni, jobban megismerni egymást, nem csak táncruhában, hanem úgy normálisan. És én mindenképp szerettem volna megvárni azt, hogy ez hova fut ki, hogy a Hanni ezt hogy kezeli, hogy megszereti-e Annát, a családom hogy kezeli, a barátaim hogy kezelik, és amikor biztos vagyok benne, vagy biztosak vagyunk mind a ketten ebben, akkor föl lehet, hát nem fölvállalni, hanem akkor nem is bejelenteni, hanem egyszerűen csak kimenni az utcára. Igen. Okay. Igen. Főzöl neki? Persze. És szereti? Persze. És most nem akarlak nagyon elárulni, de amikor még kint voltunk, akkor kicsit mutattad magadon, amit én amúgy nem láttam, hogy elkezdtek rád kicsit visszajönni azok a kilók, amiket a táncolat. Sajnos, igen, azért vagyok feketében. De amúgy tényleg nem látszik. Slankit nyomjuk. December 2-án volt a döntő, igen. Én azóta egy tánclépést nem tettem. Csak ettél. És jött egy karácsony. És egy szilveszter. Hát ez dráma. Szilveszter tánc nélkül. Nem volt tánc. Hát ilyen otthon, persze, vicces. De egyébként csak arra vagyok kíváncsi, hogy amúgy mert oké, hogy a gyerek az első, de mondjuk a családodon mit figyeltél, hogy szimpatikus-e az Anna, vagy hogy megszeretik-e, vagy mit szólnak ahhoz, hogy becsalóztál? Itt a család, inkább a Hannira értettem, hogy szimpatikus, de tudtam, hogy az lesz. Csak amíg nem voltunk benne biztosak, hogy ez hova fut ki, én nem szeretném azt, hogy fél évente a Hanninak az életébe egy új nő jöjjön, tehát az én életemben fél évente egy új nő jöjjön be, és ő ezt lássa, vagy ezt szokja meg. Van ilyen a környezetemben, aki így él, és ez nem biztos, hogy a gyereknek jó. Az ő döntés, az ő dolga. Én nem szerettem volna így, hanem amikor úgy érzem, hogy na ő az, és ő is úgy érzi, egyébként ő miatta, tehát ő nem a rivadalfénybe élte az életét, és főleg a magánéletét. Nem akartam semmit sem úgy rá erőszakolni, vagy hogy teher legyen, hogy ezt be kell jelenteni, hanem amikor ő is úgy érzi, hogy biztos bennem, és én is biztos vagyok benne, akkor ezt fel lehet vállalni. Te milyen finom ember vagy, nem sértelek meg, Gábor, nem ismertük egymást, nem lehettem itt még annó az interjún. Nem vagy egy kitárulkozó típus, a mimikát sem túl gazdag, és ez nekem valahol nagyon tetszik, egy szorongóban is látok. Pedig színész akartam lenni. Na, ezt na. Se tudtuk, viszont oly érdekes. Egyébként tényleg nagy mák, egy mázli. Viszont a korrektség tetszik a legjobban. Azt mondtad az imént, hogy a te döntésed volt, hogy ez ne szivárogjék ki. Egészen a műsor végéig, nehogy szimpátia szavazatokat gyűjtsetek. Hát nem az de a milyen kettő. Kettőtöké. Nyilván konszenzusos. Tehát volt, aki javasolt, hogy akár el is lehetne mondani?
És te konzekvensen, következetesen tartottad ezt magad? Ilyen nem volt, hogy javasoltak, hogy mondjuk el, hanem egyszerűen tudom, hogy hogy működik, vagy tudtuk, hogy ez hogy működik, meg hát volt olyan, hogy a negyedik adásban volt a szépség és a szörny, amikor ugye egy csók jelenet lenne a végén, hogy ott legyen igazi csók, és akkor azt mondtuk, hogy az kizárt. Az kizárt. Mi ezt akkor még nem úgy szeretnénk megélni, és egyébként ez a jövőre is igaz, tehát, hogy nem valószínű, hogy csókolozni fogunk kamerát. De egyébként ehhez hadd tegyek hozzá valamit. Azt az egyet biztos, hogy bebizonyítottad az elmúlt fél évben, háromnegyed évben, ami szerintem egy nagyon nehéz dolog, hogy jól tudsz hallgatni. Igen. Szerintem az sokszor az a legjobb dolog, amit tehetsz, mert ezt is már többször elmondtam, hogy az internet nem felejt. És én nem szeretném, hogy 10 év múlva, amikor a Hanni abba a korba lép, hogy mondjuk saját telefonja van, valószínűleg előbb el fog jönni az idő. Előbb fog, igen. De hogy igen, naívan 14 éves korra tippelek, de sanszos, hogy nem. Ne azt lássa, hogy anya meg apa öli egymást a médián keresztül, a médiában, és hogy fújnak egymásra, mert ezt én nem szeretném. És valószínűleg ő sem szeretné. Viszont a hallgatás valószínűleg a legjobb. Mert hogyha egyszer valaki megszólal, akkor a másiknak is meg kell szólalni, akkor arra van egy reakció, arra még egy válasz, és ez egy olyan lavina, amit én nem szeretnék elindítani. Hallgatás elegáns. Nem azért elegáns, hogy igen, azon túl, igen, amit hanem, mind felsoroltál. De igen, tehát nem. Hogy pontosan nagyon tudom, hogyha valaki egyszer beszél, akkor utána mi a vége. Persze. Ezt nekünk kettőnknek kellene, vagyis hát lemeccseltük tulajdonképpen, mert a végeredmény az, hogy elváltunk, tehát hogy le van meccselve, ami meg utána van, szerintem is az a legjobb, ha mindenki a saját életével foglalkozik. Meg én olyan dolgokat, hogy nem akartam másnak az órára kötni, amiben nem voltam benne biztos, hogy mondjuk ott marad. Úgyhogy nem. És egyébként pedig az, hogy csak visszatérve arra, hogy ki mit mond, sajnos a média ilyen, na, azt nehéz megállni egyébként, hogyha van mondjuk egy kamu hír, amiről mind a ketten tudjuk, hogy nem igaz, és hogy nehéz megállni, azt nem megcáfolni, mert onnantól fogva, hogy megcáfolod, arra ráugrik egy másik média, akkor leírják, hogy így meg úgy, és ez vége láthatatlan. És ezt most így ennyi év távlatából megtanultam kezelni, tehát nem csak azért, mert egy elegáns akarok lenni, hanem mert tudom, hogy semmi értelme, hogyha most elkezdenék beszélni. Igen, Gábor, csak azt is lássuk be, hogy ugye, aki kimegy a napra, az lebarnul. Az le. Amikor eldöntjük, hogy kimegyünk a napra, hát akkor annak van egy UV-sugárzása, és az embernek ezt viselnie kell. Ott kiderül, hogy hogyan viseli. Jól viseli, vagy rosszul viseli? Jól hallgat, vagy nem hallgat? Mert egyébként ez egy folyamatos egyensúlyozás, ez egy borotva élen való táncolás, mert részben... Igen, a békeidőben is, tehát nem csak igen, akkor, amikor zűr igen, van, hanem egyébként... Általában azért, igaz. Általában is, igen. Igen. Hogyha most előre tekintünk, ugye beszélgettünk az elmúlt egy évről, hogyha egy év múlva itt ülünk, Isten adja, hogy üljünk itt egy év múlva, akkor hogy látod ma magad előtt a következő egy évedet? Én nagyon motivált vagyok az idei évet tekintve is és a következő pár évet. Az a projekt, amiben belevágtam, tehát most szakmailag nézzük a dolgokat, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség, amit most indítottunk el, és én szakmailag látom a fejlődést egy olyan szállodaláncnak vagyok az exekutív séfje, ahol akik nagyon szeretnének bővülni külföldre is, tehát nem csak Magyarországon, és mivel hogy én nem vagyok egy ilyen egy helyben ülős csávó, tehát nem szeretek egy helyen lenni sokat, ezért azzal, hogy sok helyre tudok menni különböző országokban remélhetőleg, ahol én is tanulhatok és új ismereteket szerezhetek, ez nagyon motivál, ez a szakmai része, a magánélet pedig most jól alakul, nagyon szeretnék jó apa lenni, igazából más nem is annyira fontos. Jó apa vagy? Jó apa vagyok-e? Aha. Hát ez szerintem így eleve magadról nem mondasz ilyet, te megteszel mindent valószínűleg, és reméled, hogy jó lesz, ezt úgyis a gyermek fogja elmondani majd. De a jó értelemben vett hétköznapi apuka vagy.
Tehát... Én azt remélem, hogy igen. Tehát, hogy nem voltam mindig a türelem mintaszobra, ezt is most tanulom. Tény, hogy a Hanni első két évben nem tudtam úgy részt venni, mint mondjuk az utóbbi két évben. Azért meg kisebb volt? Hát kisebb volt, tehát hogy más kapcsolat. Amióta elbeszél, azóta egy férfinak szerintem sokkal igen. Nehezebb. Az első vele. Két év az így vagy, meg segítesz, amiben tudsz, de az nem az apáról szól. Az ott van a háttérben is támogasson, de egyébként azóta, mióta beszél, és nagyon jó humora van, nagyon, nagyon érdeklődik mindenre, tehát nagyon érdeklődő. Azóta tudok vele én is sokkal többit nem csinálni. Táncolni szoktál vele? Nem, de Annához beiratkozott, úgyhogy az első mire ez az adás lemegy, már valószínűleg az első táncórán túl van. Oh. Az igen. Úgyhogy van ott egy ilyen kis gyerekcsoport, úgyhogy oda elvisszük. Na, abból lesz nagy bandázás, még most mondom neked előre, tehát amikor a csajok összejönnek. Igen, 4-5 évesek ott. Aha. Tinci tánciznak. Megy a pletykázás. Kinek ilyen barbia van. Csak az általánosságok szintjén, nem, egyáltalán nem konkrétunként, de hogy érzed, már ennyi idősen tapasztalatokkal a hátad mögött, és úgy, hogy van egy kislányod, lesz még gyerek? A te életed, de nem zárod ki. Nem zárom ki, nem zárom ki. Szeretsz apuka lenni? Az válasz egyértelmű, hogy igen, szerintem a legmenőbb dolog apukának lenni. Az cool. Az nagyon cool. Anyukának. Lányos apu, én nagyon féltem, hogy az első gyerek lány lesz, és mit fogok majd kapni, és hogy fogom viselni majd, amikor az első rajongók jönnek, meg az első hódolók. És rájöttem, hogy az a szeretet, amit egy kislány, ami a kislány és az apukája között van, az leírhatatlan. Úgyhogy én nagyon szeretek apuka lenni, és nagyon szeretek lányos apuka lenni. Oké, elárulok neked egy titkot, mert hála jó Istennek, ugye nekem van lányom is, meg fiam is. Összehasonlíthatatlan az a szeretet, amit egy lányad az apukájának. Igen, mert nem tudod összehasonlítani azzal a szeretettel, amit egy fiú ad az apukájának. Tehát én nagyon drukkolok neked, hogy egy gyereknél ne állj meg, mert a gyereknek is jót tesz, hogyha ha egy ilyen káoszban létezik. Tehát, igen, ez most már így azért más lesz, de ha lesz, de nem vagyok ellenes, abszolút szeretnék majd egyszer, és igen, fiút is szeretnék, úgyhogy remélem, hogyha... De tök mindegy. A szeretet. És egyébként igen. Tényleg annyira cuki, az egész műsor alatt olyan rajongómá vált a kislányom. Ami... Hát a kisfiam is már rajongódva már, tehát... De Hanni végig rajongva... nézte 4 évesen. Nagyon. Én még nem tapasztaltam. Tehát, hogy tényleg... Amíg ment a műsor, addig nem volt mese. Nem akart mesét nézni. És apám még felvették az összes műsort, és azokat nézte vissza, és a Király Linda volt a kedvence, meg a Donatella, és minden műsort kívülről tud. Tudja a szereplőket, a profitáncosokat, kinek milyen ruhája volt, ki milyen tehát meghall egy számot a rádióban, tudja, hogy arra ki táncolt, melyik adásban, és akkor mi volt rajta, és aznap kiesett ki. Aha. Tehát, hogy de egyetemben apa húzta be, tehát rajongó, te húztad be, nem? Nagyon, tehát nyilvánvalóan. Nagyon cuki volt, és olyan jó volt ezt látni. És megdicsért? Megdicsért. Melyik volt a kedvenc tánca tőletek? Az utolsó. Azt mondta, az utolsó a tangó volt, mert ott ilyen molinók voltak kirakva rólunk. És az volt a kedvencem, akkor sok apa volt a képén. Várja. Hát innentől kezdve, hát amikor valószínűleg már észrevette, hogy szoros kapcsolat van apa és a párja között, hát akkor már az egyik idoljával találkozott. Hát nem véletlenül megy hozzá táncolni. Egyébként igen, nagyon megszerette Annát. Már az elején is volt bent táncórákon, és láttam, hogy itt tényleg nagyon jó barátnők lesznek, és meg volt bent a stúdióban is próbán, úgyhogy most gondolj bele azt az őrű stúdiót, mert azért ennek a dancingnek nem Magyarországon, a világon is, tehát olyan stúdiója van, hogy bemész, és ha ilyet csinálsz, most gondolj bele, egy 4 éves gyerek oda bemegy. Aki rajong, aki leány, hát az... és a csillag. Ráadásul pont a Szépség és a Szörnynek a főpróbájára jött be,
és meglátta Annát a gyönyörű Belle ruhában, uh-huh. és azóta sárga ruhába jár, tehát csináltunk neki egy ilyen sárga Belle ruhát, amit otthon fölvesz, tehát nem amikor farsang van, hanem otthon abban van. Ezt úgy kell. Normál. Illetve nyilván neki a jégvarázs a kedvenc meséje, ugye az Elsa és Anna. Uh-huh. És neki Anna, a meséből Anna, a legjobb barátnő, a testvér, nem tudom, úgyhogy óriás Anna szerelem van. És ez nagyon jó látni. Ez nagyon jó látni. Egyébként. Azért bemutatás tekintetében, hogy a kis Hanna pont ebben a millióbe érkezik bele, és egy mesebeli Annát uh-huh. lát. Hát amikor mi elvált szülők azon gondolkodunk, hogy tényleg hol mutassuk be Lacit idézve a gyereket, igen. melyik lesz az a pont, de igazából tudom, ők hamarabb tudják, hogy egymáshoz valók vagyunk. Azért ezzel oltári szerencséd volt. A lányjal Általában nekem az életben szerencsém van. Valamiért igen. figyel engem föntről valaki, és... Tudod, mi a jó? Egy nem hétköznapi év után, fogalmazunk így, egy nem hétköznapi év után egyetlen egy dolog nem változott a két beszélgetésünk között egy év alatt, hogy te azt mondod, hogy szerencsés csillagzat alatt születtél. Tehát amikor minden jó, vagy jónak tűnik, akkor is ezt gondolod, amikor nem tökéletesen alakulnak a dolgok, a végén akkor is ezt mondod. Ezért aztán maradjunk abban, hogy egyrészt köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó volt látni, elvárnálak egy év múlva, hogy akkor is, megint csak egy év múlva is meghallgassam, hogy a szerencse fia vagy. Legyen így. Alright. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.